nincs. Nincs értelme. Azok a dolgok erősek, aminek igazából nincs értelme. Hogy mi lesz? Mi valami meghatároztunk mi is, ez egy tér... Tér, plasztika. Szerintem nem valami kísérlet volt, tér... Tér és forma kísérletek. Nem titkolt célom, hogy Ilona Malmas révén némi játékot is belelopjunk ebből a kis szerkezetbe. Vannak pillanatok, amikor nincs hely a tréfának, és ez nem egy olyan pillanat. A történet 1972-ben kezdődik, amikor a pécsi műhely egy Lendárt akciósorozatot indított itt a Kápolnadonban, tájkorrekciók címmel. Demeter Tamás barátunk arra kért minket, hogy teremtsünk kapcsolatot a 70-es évek elején történt Kápolna tárlatokkal, illetve azokkal a performanszokkal, illetve Lendárt alkotásokkal, amit a többek között mondjuk a pécsi műhely is létrehozott itt. Készül a balatonboglári fűzhold, fűzcsepp. Hát igazából egy kockának az átalakulása, a domboldó és a kocka kapcsolata több fázisban. A Pécsi Műhely tagjait oktató és tulajdonképpen a mentoroknak tekinthető képzőművész Lantos Ferenc is itt alkotott volna, itt tervezett egy projektet. Lendárt projektet. És hát végső soron ez az egész tobozfelhő, meg az is a címe, hogy időkapszula. Mivel több kimerevített időpillanatot vetít egymásra, és ezek az időpillanatok összegezve, illetve egymásra kopírozva jelennek meg egyetlen egy pillanatban. Az alkotási folyamat nagyon izgalmas volt, végig feküdtünk a gyepen, és méreteinknek megfelelő fűzkarikákat készítettünk. Mindenki, mint a hóangyalokat, ahogy szoktuk csinálni a hóban, úgy jelölte ki a helyét, azt a kört, azt a méretet, amiben jól érzi magát, a szerint készített egy karikát, és így a karikák adták meg a gubónak a méretét. Ez az a kör, ez az a gubó, amiben mindannyian beleférünk, amiben mindannyian jól érezzük. Az egész helyszín volt egy érdekes a kiválasztása, hogy volt itt egy út, ami mögöttünk megy körbe, és ennek nem volt semmilyen nézete, vagy hát nem tudott hova nézni, csak így körbe-körbe ment itt. Gondoltuk, hogy azzal, hogy ide teszünk egy olyan tárgyat, ennek van egy elég nagy mélysége a plasztikájának, hogy az ember megy körülötte, ezek a vonalak, meg ezek a tárgyak mindig egy újabb és újabb formát adnak ki a látogatóknak, és ezzel ad egy kerengést itt ebbe a hátsó parkrészbe. A négyzetek és a körök viszonyát elemezte. Akkoriban neki ez volt a veszőparipája, úgymond, tehát ezekkel a formákkal, alapformákkal kísérletezett. És most csak a fonalat fölveszem. Most fölvettem a fonalat, úgyhogy tudom folytatni. És ez az időhurok, ez úgy is működik, mint mondjuk a memóriánk, ami a régi emlékeket szortírozza, és kvázi megszépíti. Egy holt fűzfa építmény, amit fellógatunk az itt látható szerkezettel az ostorfalon koronájába, és a fűz-hold golyóban kitekintő lyukakon keresztül szemlélhetjük a tájat. Teljesen megsemmisülve koborottam itt a fák között, és találtam egy ilyen
piros ponyvát. És akkor gondoltam, ezt összevágom, és felfüggesztem. És ez meg lett. Tehát ezt a négyszög kör vagy negyedkör viszony elemzést próbáljuk itt három dimenzióban megcsinálni, és egyben beilleszteni ebbe a környezetbe. Élő és volt buxusból készítjük, a halott buxus az, annak megsárgult a levele, az élő buxus pedig zöld levelű, és ez a két szín adja a játéknakra a lehetőséget. És a csapat beavatást kapott a fűzépítésnek a rejtelmeibe. Valahol a helyszín van megindokolva, a többi az formális egy kicsit, de a helyszín és az egésznek az elhelyezkedése, az íve az egy, az ami egy indokolt, vagy amit nagyon átgondoltunk. A többi az inkább kísérletezés. Amikor elkészül ez a hasáb, akkor ha belenézünk, akkor egy része bele fog olvadni a háttérben levő nyírt buxus sövénybe, a sárga részek pedig kiemelkednek belőle. És idővel pedig a zöld részek is, mivel lelettek vágva a növényről, elsárgulnak, és ezért az egész hasáb elő fog ugrani a háttérből, tehát egy időben változó alkotásról beszélhetünk. Azok a dolgok erősek, aminek igazából nincs értelme. Igazából lenne, csak szétvágtam, és így kiesett belőle. A csapat nagyon lelkes, egy közös alkotó, rajzoló, makettező, skiccelő folyamat során alkotta meg ezt a koncepciót. Most jön a pillanat, amikor igazán kimondjuk azt, hogy köszönjük neked. Nagyon megható, köszönöm. Azt értelmezésképpen csak, hogy ez a forma, itt például a Balázs pólóján is látható, többen vagyunk itt a tájékalkotó csoportból, akik közel 10 éve alakult meg. És akkor kezdtük a Lendárt közös csoportos tevékenységet, és annak a logója, amiben ez a kicsit lenni hangulatú alkotás született.